Hello srácok! Sziasztok! Én Trunk, Tomi vagyok, Double T, megérkeztem újra Csepelre, a King Monroe Sound stúdióban, mellettem itt van a Wakandember, King Bailey. És tudjátok, hogyha mi itt ülünk ketten Csepelen, akkor ez egyet jelenthet, méghozzá Style check. Nem is köszöntem, még meg mennyi jót kaptam, ezerszer mentettél meg, a nőmet a szikomba hordom, neki én vagyok Ryan Gosling. Megjelent egy új magyar hip-hop zene egy klippel, úgyhogy kötelességünknek érezzük újra és újra, hogy reagáljunk rá, elmondjuk a véleményünket, B. a zenéről, én pedig a stílusról. Úgyhogy mit fogunk ma style-checkelni B-jén? Az AK-26-tól a Pásztort, illetve a Vissza című klippeket. Külön itt van velünk újra Dugasz, mert ő se akarta ezt egyszerűen kihagyni természetesen. Rengetegen bekövettétek, úgyhogy egyszer csak meg lett az instája. A Pásztor című szám az már egy régebbi AK-26 számnak a feldolgozása, ugye egy ilyen akusztikus verzióban. Igen, olyasmi, mert az ugye eredetileg full rap verzékkel volt telepakolva, három verzés volt, az akusztik verzió pedig kettő verzés lett, ugye egy-egy a Hero-tól és a GI-tól, és az egy picit a különlegessége, hogy egyrészt akusztik, hogy kísérem őket zongorán, a másik pedig, hogy mind a ketten énekelnek. Uh-huh. És ugye újra nem szabad elfelejteni, hogy B.J. megint. Most itt milyen szerepet töltöttél be a szerkészítésnél? Hát producerként és zeneszerzőként én játszottam fel ugye a zongora kíséretet, illetve a klipben pedig a Wakandember szerepét töltöm be. Renitens Wakand vagyok. Az az alter egód? Hát nem, én az egómnak vagyok az alterje. Kezdjük is szerintem Ádámmal, mármint GI-jal, GI-Janóval van rajta egy Puma pulcsi, egy ilyen rövidújú cipzáros pulcsi, ami nekem úgy eléggé tetszik. Egy picit, sima... Bocsánat, picit olyan, mintha oversize lenne a karjánál, nem? Aha, igen, nekem is annak tűnik. Köszönöm. Köszönjük ezt a hozzászólást. Konstruktív hozzászólás volt. Pontosan. Aztán pedig egy fehér melegítő alsó és egy fehér Adidas EQT. Egészében nekem tetszik ez a szett, én mondom, nagyon letisztult ugye az egész klipnek, az a lényeg, hogy mind a hárman teljesen fehérben vagytok öltözve. Plusz és... hozzátenném, hogy kívánném GI-nak az új dízel óráját és a Versace szemüveget. Versace szemüveg? Versace szemüveg. Na, az nem gyenge. Az nagyon az nem jó. Gyenge. Ja. Ugye tudod, hogy a Michael Kors-t megvásárolt. Nem, a Michael Kors-t megvásárolt a Versace-t. Ja. Igen. 2 vagy 3 milliárd dollár? Nem kevés, ez biztos. Az ja, nem ja, kevés. Ja. Nagyon durva. Van pénz lóvéra. Folytassunk Hero-val vagy veled? Nekem mindegy, nézzük meg a Hero-t. Oké, úgyhogy rajta a lábán, most lentről indulunk. A lábán egy Dorco Invader van, aminek különben ő is jelenleg az artist, vagy az egész kampánynak egy Hero lett a face-je. Úgyhogy ez nekem tökre tetszik, hogy adtak különben egy magyar zenésznek egy signature cipőt tulajdonképpen. Aha, konkrétan igen. Ez egy nagy plusz. Aztán pedig egy szakadt fehér farmer és egy klasszik fehér ing. A szakadt farmer tök jó, a fehér ing. Nekem itt kicsit az üt el, most így a személyes vélemény, hogy kicsit más a farmer árnyalata, mint igen, az ing. Igen, az ing az egy picit bűvösebb. Igen, a farmer az kicsit ilyen vajszínűbb valahogy, és az ing az olyan nagyon fehér, úgyhogy kicsit az ott lehetett volna jobban. Igen, de a cipőnek egyezik a színe a inggel. Igen. Úgyhogy nekem tetszik, hogy kombinálta a szakadgatját az inggel. Aztán pedig egy ilyen tök sima, ahogy nézem, átlátszó üvegű szemüveg, gyenge keretekkel. Ez olyan visszafogott verziója a Hero szemüvegnek valahogy. Konkrétan azt hiszem ez az a szemüveg, ami a Bluffben van. Aha. De ő is vett már valami jó szemüveget amúgy. Majd ha eszedbe jut, akkor mondjad. Na oké, és akkor pedig lépjünk tovább, mert még a Wakandembert is ugye ilyenkor illik style-checkelni. Viccet félretéve nézzük meg akkor a Wakandot, B-jét. Szerintem meséld el magad, hogy mi van rajtad. Hát szokás szerint egy tagless Supreme T, minimalista, egy sima... nekem is szakadt, csak nem látszik. Sokkal szakadtabb a térdénél agatja, mint a Hero-nak. Ő egy sima nadrág, farmer, meg az új kis off-white lépőm. Off-white van rajtad? Ott? Nincs. Ott nincs. Ott nincs. Ott nincs. Most van rajtad, mutasd. Most van rajtam. Off-white öv. Nézd meg. Meg off-white. Nagyon szép. Cap. Egyetlen fura dolog, ami volt nekem a klipben, csak nem tudom, ez mennyire fog látszódni, ami nekem egy picit elrontotta, hogy a szék, amin ül a Hero, annak a lábai barnák. Én ezen a helyszínen is kicsit kivoltam, és csak utólag vettem észre. Inkább fel. Hogy ilyen, tényleg, ha már ez ilyen tisztaság, meg ha már arról a témáról beszélnek, amiről egyrészt nehezen, meg nehéz. Igen, mesélj is a számról különben. Hát a dal, az ugye Pásztor a címe, ez alapvetően egy vallásos dal. Nyilván az emberek pásztora Isten, Istennek és Istenhez szóló dal. Leginkább ilyen hálátadás és motiváció, hogy
akármilyen nehéz is volt az út, amin végigmentek, az Istenük az mindig figyelte őket, és hittek benne, illetve úgy érezték, hogy segített nekik. Szóval ez egy szuper üzenet. Meghajni. Szerintem is, meg erről nem ismernek sokan beszélni. Jön ki tulajdonképpen. Szerintem tök szép és őszinte dal. Igen, igen, ez teljesen, ez, megmondom kicsit, így őszintén megmondom, meglepett, vagy szóval nem is gondoltam, hogy ennyire őszintén jelenleg még tudom hallani Hírót és Zsiájt, mert hogy ezt most itt tök pozitívan mondom, nem mint hogyha nem tetszene jelenlegi zenék, mert tökje mit csinálnak. De ez tényleg, ez a... Meglepően őszinte. Meglepően őszinte. Igen. Ja. Úgyhogy szóval ezzel a klippel meg is vagyunk. A másik szám, amit analizálni fogunk, az a Vissza. Vissza, régi, vissza, vissza. Amikor most először megmutatta nekem Béje ezt a zenét, én megmondom, hogy ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Nagyon tetszik maga az üzenet, tök jó, provokál. Energikus. És az egész zene természetesen energikus. De szerintem mondd el te, hogy zeneileg mi áll az egész mögött, mi áll az egész hátterében. Nem egyedül csináltam az alapzenét, hanem ő eredetileg ezt KRM-Beast csinálta. Én hozzátettem plusz dolgokat, nem is tudom, basszus cseréltem, volt az a zakatoló hang, egy ilyen poliszint, ilyen basszus, ezt te voltál? Igen. Igen, és azt a poliszintit azt megcsináltam a lüktetőse, hogy több energia legyen benne, meg így az egész a tömeget, akik üvöltenek, azt, hogy itt a GI-ja ketten csináltuk meg, szóval ott igazából... Az ki volt ott a hang? Én meg a GI. Tényleg? Igen, 8 külön sávon, 8 féle módon és hangszínen kiabáltunk bele a mikrofonba, hogy vissza. De ha valaki figyel és megpróbálja azonosítani, akkor vannak mélyebb, magasabb hangok, rekettes hangok, és ki lehet szúrni azt, hogy melyikünk, mikor van a normál hangja. Már mindjárt megpróbálom, Ja. Ezen kívül ugye az volt a koncepció, hogy egy picit a régi AK-26-os daloknak a hangulatát adja vissza, illetve egy ilyen kicsit kőrep irányba menjen el, tehát ilyen tipik hip-hop irányba. És hát szerintem ez sikerült, illetve hogy ugye a Hero verzie úgy kezdődik, hogy ne kérjétek, nem nyomok rappet, mármint amikor elkezd rappelni, és pont ez benne a kuriózum, hogy igazából elrappeli a verziét. Nézzük is meg stílusilag, kezdjük GI-jal, rajta egy fekete Juventus melegítő van, ugye ez a eléggé felkapott stílus, jelenleg nagyon sok rapper hordja ezt tényleg. Nagyon német. Pont azt akartam mondani, csak kerestem rá a jó szó, szóval Miami Essint, Kámen Gang teljesen, Zune, hát stb. Ismeritek őket, tudjátok kik azok, ha nem, akkor bedobok ide egy pár képet így ide körénk. De lényeg az, hogy tök flag, különben annyit hozzátennék, hogy azért Miami Essinék inkább világos színű melegítőket szoktak felvenni. Itt a GI-n egy fekete van, úgyhogy ez legalább tök jó, hogy ha már úgymond magyarosítunk idézőjelesen, akkor legalább kicsit máshogy. Aztán pedig egy fekete melegítő alsó, és egy Adidas tubular cipő, szintén feketében, és ami még egy nagy extra az egészben, és szerintem nagyon dob rajta, az egy gyűrű. Nem akármilyen, AK-26-os, egyedileg készült, egy 26 van a gyűrűben, ami szerintem tényleg tök szuper, amit még hozzá kell tennem, ami tök jó, a Guter Junge tetoválás a GI kezén, ez még tök jól áll. Uh-huh. Úgyhogy ja, I like that style, de megmondom őszintén, Hiroi most még jobban fog nekem tetszeni, de nézzük is meg. Szerintem nagyon király lett, főleg, hogyha megnézzük, hogy először ugye már jó pár hónapja, amikor a Feromont vettük még fel, akkor foglalkoztunk először, és eddig utoljára Hiroval. Ahogy Béi az előbb kamerán kívül csodálatosan mondta. Olyan a Hiro, mint egy jó bor, ahogy idősödik, egyre jobb a stílusa. Wow. Ez a végén tényleg boruma lesz. A lényeg az, hogy van rajta egy Lakers pulcsi, a Lakers az elmúlt időben tényleg elég trendivé és egyre divatosabbá vált, egyrészt a sportban, másrészt a divat világában is. Ugye mert mindig is volt a Lakersnek valamilyen szinten egy hype-ja, ott játszott Kobe, a legenda, aztán pedig most idén LeBron James is odaigazolt, úgyhogy most újra pörög a Lakers, mint az állat. Szerintem önmezeladások vannak, mint még soha. Szerintem a Lakers adja a legtöbb mezeket, de olyan szinten torony magasan a többi fölött. Biztos. Szerintem ilyen 500%-kal többet, mint a többi. Aztán pedig a klasszik Hero szemüveg van rajta, ismerhetjük. Egy melegító alsó, a Denny Street Fashion-től, és újra a Dorco Invader, a Hero cipő. Én nekem meg úgy tetszik így az egész, a szürke pulcsik menőbbek, mint valaha én azt mondom, mert ez az alap ilyen szürke pulcsi, én valahogy ezt most nagyon-nagyon érzem. És tök jó így egészben, szóval így ránézek, én azt mondom tényleg, hogy egy ilyen nemzetközi rapper level, az így megvan, adja magát. Úgyhogy lájkoljátok a videót, hogyha tetszett, főleg akkor, hogyha egyet értetek azzal, hogy Heroiknak a stílusa egyre komolyabb és egyre jobban ott van. GI-nek is nagyon nagy pasi, az a Juventusos set az ott volt rendesen. Kámen Gang.
Kálmán Gang, Hell Yeah. Különben nagyon sokat látsz, mert többször előhoztuk már, hogy feléjük orientálódott. Igen, ő amúgy őket szereti németben szerintem a legjobban, meg amúgy én is tökre imádom őket. Sokan nem szeretik amúgy őket, mert hogy ilyen nagyon felkapottak. Meg ugye nyilván szerintem te régebb óta ismered őket, mint mondjuk mi. Te már kicsit fogalmazunk, hogy meguntad. Igen. És, de nekem tetszik, amit csinálnak. Flexelős. Azért kire jó zenék vannak. Úgyhogy iratkozzatok fel, hogyha nem akartok már style check-ekről lemaradni, csekkoljátok mindenképp a két klippet, mert tök jó zenék. Kövessétek Dugaszt is. Hell yeah, és elkezdünk rá jobban posztolni, és ugye pacsi nektek, szevasztok, sziasztok. Csumi. És egyszer csak ott a dió. Adios!